A Szamoson kívül 20 éve nem volt más lehetőségük a csengerieknek arra, hogy ússzanak, de az idén átadták a régi, az Enyészett Élet medence helyén épült, új 25x15,5 méteres, 160 centis vízmélységű nyitott uszodát és a hozzátartozó öltözőkomplexumot. A fejlesztés 180 millió forintba került, amit teljes egészében uniós és állami forrásból finanszíroztak. A fürdőberuházást folytatni szeretné az önkormányzat. Úgy gondoltuk, hogy ide az uszodánk mellé, ezen a területen építenénk még egy gyerekmedencét, hiszen a kicsi gyerekeknek nincs hol ússzanak, és a gyerekmedence mellé pedig egy termálvízű, gyógyvízű medencét, ahova az idősek és a felnőttek is majd tudnak jönni, különböző balneológiai kezelésekkel összekötve, hiszen, ahogy említettem, az új járóbeteg ellátó központunk itt van, és akkor azt már egészségügyi pénztárral is összekötve szeretnénk ezt úgy kihasználni, hogy aki idejön, az ne csak szórakozzon, strandoljon, hanem egészségügyileg is tudjon feltöltődni. A fedett uszodára már nyertes pályázata van az önkormányzatnak, amely több mint 400 millió forintból valósulhat meg. Emellett teniszpályákat is terveznek, a mostani futópályát pedig áthelyezik, vagyis igazi sportkomplexum épül Kicsengerben a Városközpont Rehabilitációs Program keretében. A polgármester szerint a fejlesztések új munkahelyeket és gazdasági élénkülést hozhatnak a határmenti városnak az elkövetkező években. Ez a legfontosabb, hogy munkahelyeket teremtünk egy-egy ilyen beruházással, és amellett, hogy munkahelyeket teremtünk és adtunk egy értéket a városnak, amellett ugye azok az emberek, akik ide látogatnak a környező településekről, vagy akár a településről is, vagy határon túlról, ők a pénzüket mind itt költik el a helyi vállalkozóknál, abból itt adót fizetnek, az a helyi adók fizetésére megy be, tehát mindenféleképpen élénkíti a gazdaságot is egy-egy beruházás. Sokszor nem is gondolnánk, hogy mennyire, bízunk benne, hogy ez a fejlesztés nem fog megállni, sőt nem akarjuk megállítani, tovább akarjuk vinni, és reméljük, hogy pár éven belül megépül az a fejlesztés is, amiről beszéltünk, hiszen a fedett uszodát jövőre szeretnénk kezdeni, aztán szeretnénk 2-3 éven belül a gyerekmedencét és a termálvizes medencét is megépíteni. Forján Zsolt azt is elmondta, hogy a 2020-ig tartó uniós ciklusban többféle forrásra is pályázni tud az önkormányzat a fejlesztések megvalósítása érdekében.